Annyit beszéltünk az előző szezonban történelmi tettekről, hogy az elmúlt két napban nem is akartam előhozakodni ezzel, de amióta van kontinentális kupa, a Ferencváros először lépett tovább egy csoportból. Milyen ez most? Igen, pont a Jullal, a másodedzővel, amikor beléptünk itt a meccs végén az öltözőbe, ugye tavaly is nagyon sokszor már történelmi tettőt vittünk véghez. Ő kérdezte, hogy volt már ilyen a Fradinak, ugye nem ismeri annyira a Fradi hoki történelmét, mondtam, hogy nem, megint csináltunk egyet, szóval. Tényleg ez csodálatos, egyszerűen a szavak nincsenek, óriási. Hát még nagyon friss az élmény, de nagyon jó, szóval rettenetesen boldogok vagyunk. Igazi csapatként működtünk az egész hétvége alatt, úgyhogy ezt most ki fogjuk élvezni hazafele a buszon, hosszú buszút lesz, úgyhogy lesz időnk egy kicsit ünnepelni, és egymás társaságát még egy 8 szezonán keresztül elviselni. Nagyon jó volt a sorsolásunk. Az első két fordulóban mi játszottuk a délutáni meccset, és ilyen tornák alatt, ahol 3 nap alatt 3 meccset játszol, itt nagyon fontos az 1-2 óra plusz. Hamarabb kerültünk ágyba, tudtuk pihenni, vízszintesbe tenni magunkat, frissebbek tudtunk lenni azoknál az ellenfeleknél, akikkel a második, harmadik napon játszottunk, ugye tegnap meg ma. Vitt előre minket a Fradi szív, és még egyszer hangsúlyozom, nagy betűkkel, hogy csapatként óriásit léptünk előre ebben az elmúlt másfél hétben, úgyhogy boldogok vagyunk. Azt gondolom, hogy jobbak voltunk. Mindent elárul, hogy az edzőjük a végén gratulált és mondta, hogy ti voltatok a jó csapat, amit úgy gondolom, hogy kívülről, aki nézte a meccset, a cserepadról is ez látszódott. Tényleg elmondhatjuk, hogy jobbak voltunk, mint ez a Ritten, akit, ha jól emlékszem, 4-szer sorozatban tovább jutott a Kontinentál kupába a saját hazai pályán, és ezt tudtuk megakadályozni egy olyan csapatjátékkal, ami minket jellemez, és tényleg ezek vagyunk mi, ez a Ferencváros, ez a Fradi szív, így küzdünk egymásért, és akkor ilyen eredményekre vagyunk képes, megint bebizonyította a csapat, hogy ahogy mondtam, ezek vagyunk mi.